Ebben a leckében gyorsan átfutjuk a négyzetgyök függvényhez szükséges ismereteket és a négyzetgyök függvény ábrázolását. Az első példában a gyök alatt 1-x függvény értelmezési tartományát kell felírni. Ehhez azt fontos tudni, hogy a négyzetgyök alatt nem állhat negatív szám. Azon kívül bármilyen szám esetén értelmezett a függvény. Tehát, mivel nem lehet negatív szám a négyzetgyök alatt, 1-x nagyobb vagy egyenlő, mint 0. Átrendezve x kisebb vagy egyenlő, mint 1 esetén értelmezett a gyök alatt 1-x függvény. Ábrázolás szempontjából is nagyon fontos, hogy mindig csak olyan x esetén lehet ábrázolni, amikor a négyzetgyök alatt nem negatív szám áll. A második példában a gyök alatt x plusz 3 mínusz 1 függvényt kell ábrázolni a mínusz 3 6 zárt intervallumon. Ezen az intervallumon végig értelmezett a függvény, mert a gyök alatti szám pont mínusz 3 esetén lesz nulla, annál nagyobb számokra pedig pozitív. Tehát ezzel nem kell törődni. Magát az ábrázolást a korábbi függvényekhez hasonlóan lehet elvégezni. Ismerjük a sima gyök x függvényt. A gyök alatti plusz 3 miatt balra fog mozdulni a kiinduló a gyök függvénynek, a mínusz 1 miatt pedig függőlegesen fog egyet lefelé mozdulni a kiinduló Természetesen arra is figyelni kell, hogy csak a mínusz 3 és a 6 között ábrázoljunk. A sima gyök x függvény 0-ban 0, x egyenlő 1-ben 1, x egyenlő 4-ben 2, x egyenlő 9-ben pedig 3. Ez van balra tolva 3-mal, és lefelé átolva 1 el. Tehát a kiinduló pont x egyenlő mínusz 3, y egyenlő mínusz 1. Átmegy a görbe az x egyenlő mínusz 2, y egyenlő 0 ponton, az x egyenlő 1, y egyenlő 1 ponton, valamint az x egyenlő 6, y egyenlő 2 ponton. Ha megnézed, hogy hogy tolódik a gyök x függvény, akkor szépen látszik ez. Persze, minden számra meg tudod nézni számológéppel, hogy hol van a függvény, szóval abból is kiindulhatsz ábrázoláskor, de jó, ha tudod, hogy nagyjából milyen alakot kell rajzolni. Köszönöm a figyelmedet! Remélem hasznos volt neked ez a videó. Hasonló videókért nézd még körül a csatornámon, és iratkozz fel, hogy ne maradj le az újabb videókról sem.